Jaj, de hirtelen kezdődik. Nos, üdv! Ez a játék ugyanattal az embertől van, aki az Iron Langért és a Duskért felelt. Köztük még ott van az a mókusos játék is, ha jól emlékszem. Úgyhogy érdekes lesz ez is. Hát már ez a zene is olyan. Van szegen? Ez valami Resident Evil utalás? Nézzük, level select. Csak ennyi pálya van? Ó, akkor ez könnyű lesz, hajrá! Szóval itt vannak a nehézségek, van Goblin mód, hogyha esetleg játszottam már ezzel a játékkal, de ez nem így van. Első végigjátszásnál maradjunk normálon. 1984 van, jaj ne! Egyik éjszaka úgy döntöttél csak úgy, hogy betörsz a helyi múzeum pincéjébe, hogy megnézed, miféle kincseket rejt. Egy poros faláda kelti fel az érdeklődésed. Kinyitod, és egy csapatnyi furcsa lény szabadul ki. Ez a bizonyos láda titokban a rosszindulatú csopgoblinoknak volt a börtöne, aha. Finom sajtot ígérve becsalogatták őket ide, és csapdába estek évezredeken át, de most ismét elszabadultak, és zűrzavart okoznak a világban. Tudod, mit kell tenni? Fölveszel egy antik tört a sok poros erekje közül, és utánuk eredsz. Igen, és kapok egy kést, vagy egy tört, bocsánat. Aha. Ez eléggé duskos, hogy őszinte legyek. Flintlock ammo, ajaj. Na nézzük, érmék. Mi ez? Ó, gyere ide, leszúrlak! Üdvözöllek Londonban! Hop, hop. Ez kész. Ezt azonnal leszúrtam. És vannak itt lőszerek a ládában, amiket nem kell pisztollyal kinyitnom. Eddig jó. Ugrani nem tudok. Jó, akkor nyissuk ki. Igen. Hop, hop. Aha. Szúr. Úgy. Aha, egy ősi titok, de ez is nagyon duskos volt ez a hang. Cölöpvető. Ala Painkiller? Oké, benne vagyok. Ki az első? Na hello, karóba húzhatlak titeket. Nem pont erre számítottam, hogy őszinte legyek. Jó, akkor ezeket így szépen. Nem tudom, minek jöttem ide. Ó, hello. Nincsen csap. Gyere ide, leszúrlak. Úgy. Milyen erőszakos ez a játék. Áú. Jó, ezt lehet, hogy nem kellett volna. Mi ez? Úristen, ott egy csop goblin, de miért nem tudok ugrani, ez olyan furcsa. Te megütöttél, gyere ide! Gyere, párbajozzunk, hop-hop. Lehet, hogy a zenét lehalkítom, nem igazán hallom őket. Hát ez benyeli a pénzemet folyamatosan. Hát jó. Ó, egy flintlock, oda néz. Na ez aztán ősi szar. Jobban járok, ha tört használok, mint ez, de... Aha. Jó, megnézzük. Tudok ugolni? Hogy irányítom én ezt? Azt tetszik, hogy az E, a másik egérgomb is szúrás. De más így nem látok, szóval... Főleg, hogy az opció csak ennyiből áll, közben látlak ott a bal oldalt. Oké, nem olyan rossz. Te már visszalősz? Nem. Gyere ide. Hoppá, ez szép volt. Mi van itt? Itt van valami. Talán ez? Áú, eltaláltál. Ezt is eltalálhattam volna. Jaj, ez csúnya. Átviszem ezt a pályát, aztán megnézek pár opciót, hogy mi a helyzet. Egyrészt a zene ez nagyon hangos, alig hallom a szegény goblinakat, és nem tudok ide fölugrani. Érdekes egy döntés. Jaj, vannak kombók? Most nézem. Úgy. Nem tudtok engem eltalálni. Túl sikamlós vagyok számatokra. Nézzük, mi van még itt. Ja, innen jöttem, hülye gyerek. Nem tudom, hogy tudtok ti terrort okozni ebben a világban. Csap-csap! Csap-csapold ezeket a mogyorókat. Olyoj. Ez a robbanás nagyobb, mint gondoltam. Mellé. Collateral, az igen. De jó vagyok. Zárva. Jó. Akkor keresek mást. Random ide bejöttem, és ősi erekjékkel kezdtem el lövöldözni. Ja, titkokat keresek, bocsi. Ez egy csapda itt. Ez biztos, hogy egy csapda.
És nem. És nem. Szinte már sajnálom, hogy lelövöm őket. Látom ám? Így. Nem érdekel, hogy eltaláltál. Nyesze! Jó, nem rossz ez a szar itt a kezemben. Főleg, hogy átmegy rajtuk. Mi ez, sniper? Ez komolyan egy sniper. Nem hiszem, hogy ez így működött, de rendben van. Én elfogadom. Elvégre nem voltam ott, honnan tudjam? Áú, miért nem tudtam mozogni rendesen? Ez itt mi? Bitcoin. Na, nagy pénzek vannak itt. Meg chopcoin. Ó, megettem egy Lay's chipset. Jó, ahogy látom, itt nincsen titok. Legalábbis én nem találtam. Na jó, hát akkor megyünk tovább. Oké, ez volt az első pálya. A chopgoblinok kijutottak a múzeumból és elkezdtek rohangálni a városod utcáin. A pusztítás hangja üdvözöl téged, ahogy elhagyod a főbejáratot. Éppen észreveszel egy tucatnyi chopgoblint, ahogy eltűnnek egy sikátorban. Sokkolva realizálod, hogy a múzeum ékkövét viszik magukkal. Az ősi aszték idő manipulációs tabletet ezzel az értékes erekével nem csak pusztítást hozhatnak a városodra, nem csak a világra, hanem az időre is. Tudod, mit kell tenned? A Chop Goblindas. Mi ez a név? Goblindásnak nem kell húsvágó bárda sebzéshez. A szavaik önmagukban elég élesek. Mi ez a játék? Oké, lehet, hogy nem halkítom le a zenét, de muszáj lesz. Tehát menü. All progress. Oh no. Egyrészt egy kicsit az FOV-t növelném, ha nem gond. Jó, VHS effektet kikapcsolom, és akkor kids mód az mit jelent? Aha, hogy minden zöld lesz. Végül is, miért ne legyen zöld? Én benne vagyok. Még egy van hátra. Ja igen, előről kezdtem az első pályát. Ezzel a kids móddal semmi sem dzsibbelődik. Egy kicsit probléma, de hát ez van. Most már így viszem. Na jó, nem. Minden zárva van? Biztos van itt valami. Biztos van egy titok, amit nem találtam meg ezen a pályán. Most itt elkezdhetem keresgélni, de lehet, hogy nem lesz meg egyáltalán. Minden esetre én megpróbáltam, annyi biztos. És ez? Ó, van ott valami. Aha! Viszlát. Még egy bitcoin, köszi, és egy sweeper shotgun. És azt hiszem ez itt ennyi. Jó lenne valami számláló, hogy legalább lássam, hogy mennyit gyűjtöttem össze. Mennyi titok van hátra, vagy ilyesmi. Meg itt ez feltűnt. De nem akart sehogy se kinyílni. Egészen addig, amíg ezt meg nem láttam. Trükkös, és akkor itt a kulcs. Mert láttam pár zárt ajtót, szóval valószínűleg itt lesz. Azt hiszem ez. Oh, hello. Mi a helyzet? Jó, hát ezt nem vette föl senki. Aha. Jó. Megvan, hol vagyunk. Ó, jó napot. Na, mit csináltál itt? Helynye. Imádom az ilyeneket játékokban, mikor ezt csinálják. Ez az interaktivitás, ezt mindig tudom értékelni. Valahogy az jön le, hogy aki készítette a játékot, az egyébként nagyon jól érezte magát közben. Jó, azt hiszem, készen állok. Jöhet a második pálya most már ténylegesen. Pip, 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 pip. Ez nagyon cheesy zene, de már imádom. Jaj, ne, levágtak egy épületet. És ez mind az én hibám. Oh-oh. Gyertek csak. Hát ti mióta vagytok ilyen szaftosak? Francba. Ott volt egy palack. Azért ilyen kocsit se vennék. Mire kell nekem amúgy az érme? Aha. Jó. A sörétest itt kapnám meg normális esetben. Úristen, Monster Closet. Szent szar. Hát eléggé tudom a tömeget tartani ezzel a sörétessel. Nem, félek én itt a kocsik közelében lenni. Pontosan ezért. Hehehehehe. Bocsi, volt 99 karom, úgyhogy karóba húzhatom az egész emberiséget vele. Hát te ott mit csinálsz? Szállsz le onnan. Ó, egy kulcs. Jó, jó. Már csak hova? Nem.
ez aztán lőszer meg pénzmennyiség. Tetszik az a pontszám ott a sarokban. Hogy így konkrétan mi az értelme, azt még mindig nem tudom. Felrobbantottam, jól esett. Hú, parkoló, mennyi robbanószer van itt. Na gyertek csak, azért megnézzék egy ilyen pisztolyt, ami felrobbant egy egész autót. Francba, kevés ez a lőszer, ne lőjek már mellé. Mi ez? Mi? Mi ez? Mit csinál? Áj! Nem, nincsen vi! Ez... Á! Na franc! Mi folyik itt? Oh, hogy a rohadt életbe. Hú. Oké, ez teljesen meglepett. Ez mi ez a játék? Imádom, mikor belassul az időrobbanáskor. Nagyon kellemes. Ahogy ezeket a hülyéket is lőni. Oh. Ennyi. Áhá. Ó, egy impaler. Még egy. Boring. Tényleg erősek a szavai és nem csípi a száját. Konkrétan itt szidalmaz. Én is örvendek. Itt szidalmaz engem és szarul érzem magam miatta. Nem. Nem, nem goblinkodsz. Sajnálom, visszagoblinkodok. Te még így átjössz a falon? Meg te is? Ez ilyen? Ja, jó. Ez nagyon szaftos hangú volt, te jó ég. Nem. Te vagy csúnya. Nézd meg, eszed a betont. Jó, akkor lenézek ide a megállóhoz. Unit Bolt Cutters. Valami még előtte ki volt írva, de nagyon siettem. Jó, akkor kell valami vágóeszköz. Ez egy egyedi módszer. Hasonlót nem nagyon láttam. Flintlock Speed Loader. Az mit jelent? Ja, hogy ilyen gyorsan tudok lőni ezzel, jó? Ennek részben örülök, másrészt meg nagyon gyorsan el fogom használni az összes lőszeremet emiatt. Ezek a hangok. Tetszik, hogy a vödör is fából van. Aha, ez kell nekem. Hát ezt nagyon precízen elvágtam. Jaj! Mi ez? A goblinok elloptak egy metrókocsit. They've opened the time portal after them. Ott volt egy Jägermeister. Remélem a jogokat kifizették. Ja, az egy az egyben egy Jäger. Nem kell, köszi. Mint a Bioshockban, itt is megeszek mindent mindenhonnan. Amúgy én hotdogot a fiókomban tartok. Pont mint abban a játékban, úgyhogy eléggé realisztikus. Na de! Irány vissza a múltba! Ez aztán effekt. Színek örvénye halad el melletted, ahogy átmész a portálon levegő után kapkodva. Miután megvizsgáltad a helyet, nem tart sokáig, hogy rájöjj a csopgoblinok tervére. Te Dracula gróf kastélyában vagy, ó, igen. Biztosan föl akarják ébreszteni az örök álmából, hogy segítse őket a gonosz öröngésükben. Egy furcsa fegyver van előtted. Látszólag facölöpök lövésére tervezték. Ja, van nálam egy olyasmi. Gyebukott vámpírvadásztól van biztosan. Valószínűleg jól fog jönni az előtted lévő csatához. Aha. És van egy Nosporatus. Ilyen macskaféle démon. Jó. Oké. Alakulunk. Wow. Na most aztán. Mondjuk nem tudom, miből jöttem rá, hogy én Dracula kastélyában vagyok. Valószínűleg nagyon jártas vagyok az ilyesmiben. Bocsika? Ó, egy kehely. Jaj, nem, mi ez a zene? Mi ez a zene? Nagyon utálom ezt a zene stílust, vagy minek hívjam. Minden esetre nagyon utálom. Számomra ez a... Ez egyenlő a... Mint hogyha körömmel kapirgálnák a táblát. Hát fel lettetek számolva alaposan, bocsi. Várj, ez egy... Utalás akar lenni? Itt leülök, aztán egy olvasok egy könyvet, vagy valami. Mik ezek? Hé, erről nem írt a napló. Én is örvendek, dögölj meg. Mi ez? Ó, aha. Majd legközelebb. Keresek más irányt, hát ha van. Káromkodj máshol, köcsög. Ez mi?
Sinister Mask. Oké. Okay. És ez mit tud? Ez mit csinál? Minek kell az nekem? Majd viszem a múzeumba. Úgyis kitakarítottam. Ó, zseblámpa automatikus. Mi a szar az? Mi vagy te? Jó, sose tudjuk meg. Biztos az volt az a Nosferatus. Kell 3 maszk. Aha, erre kell. Jó. Ó, de szépen nagy a szád. Oda néz. Na, ez egy tökéletes alkalom lenne egy Wendigónak. És itt is egy maszk. Jó, megvan a 3. És ez itt? Fogalmam nincs. Jó, akkor ez itt. Jipi! Most komolyan, ez macska félem? Mi az Isten ez a cucc? Esküszöm, a sporból szökött. Jó, és ezt hogy kerüljem ki így? Így? Ja, door opens, valóban. Jó, én meghúztam ezt a kart, biztos fontos volt. Ja, fontos volt bizony. Érzitek ezt? Itt vagy egy csapda, vagy egy boss harc lesz. Jó, sok mindenre számítottam, nem erre. Ez miért énekel nekem? Dracula miért énekel? Your blood will be mine to drink. As surely as my name is Dracula. Dracula. Jó, szép volt, jó volt, most már pusztulj! Mennyi karó kell beléd? Dracula! Na, ez a Dracula szó szerint halott és élvezi. Jaj, na végre! Köszönöm, Dracula! Az utolsó dolog, amire számítottam, az az, hogy Draculával fogok küzdeni. Egy goblinos játékban. Ahogy áthaladsz az időkapon, Dracula borzalmas baritonja visszhangzik a füledben, és ókori Görögországban találod magad. Dracula veresége súlyos csapást mért a csopgoblinokra, és az a tippet, hogy most a korintosziak botját keresik? Egy hatalmas mágikus fegyver a mitoszokból és legendákból. Nem hagyhatod, hogy egy ilyen fegyver a kezük közé kerüljön. Találd meg előbb és használd ellenük. Viszont jön már a Big Chopper. Egy nagyon nagy goblin. Ámen. Jöjjön! Amíg nem kell hallgatnom ezt a addig én boldog leszek. Remek, így a környezetváltás az eléggé éles. Szóval ókori Görögország, azt mondod. Mennyire fáj a víz? Ja, láthatatlan fal. Jó, akkor nem fáj. Ha, hello! Jöttem nyaralni. Ó, te itt pancsikálsz? Jól van. Úgy szépen tönkreteszem a történelmet, ahogy azt illik. Wow! Slicey Dicey, valóban? Yeah! Hú, te aztán durva vagy! Jó, te jól bírod, nagy fiú, nem vagy semmi, ez a terpesz is irigylésre méltó. Hú, egy nagy aréna, ó, de még milyen! Nyitj! Hú, de sokkal jöttök, gyertek! Cza! Au! Ennyi. Ó! Szűk folyosó jön egy nagy drabális állat. Ajaj. Hú. Hú. Azt a hibát követtétek el, hogy hoztatok lőszert nekem. Ebbe a világba. Ez robban? Miért robban? Ja, mert piros volt, egyértelmű. Hát ez csillagott, úgyhogy leszúrtam. Ja, hát akkor kivágok törrel fákat, azt hiszem. Ez nem csinált semmit. Mondjuk a drakulás pályán sem nagyon találtam titkokat, úgyhogy lehet, hogy neki kéne feküdnöm ennek. Csak a Dracula kastélyos pályán egy kicsit elterelte a figyelmemet a zene, de ez már az én személyes problémám. Visszafekszik, köszi! Pástétom lett belőle. Egész hangulatos ez a pálya. Nézzétek meg, hát egész kellemes itt lenni. Jaj ne, egy troll. Vagy goblin, mindegy. Trollkodó goblin, goblinkodó troll. És mindezt azért, mert be akartam menni a múzeumba. Te jó ég, láva, miért? Ó, ohoho, tudok ugrani ezzel? Hihetetlen. Az, hogy nem tudok egy ilyen FPS-ben ugrani és guggolni, ez nagyon idegen számomra. Az mennyire halálos ott. Egy kicsit. Aha, eléggé.
Ennyi. És most mi lesz? Már ki akar szidni engem? Te ott. Nem tudom, mit mondasz, egy szavadat nem értem, de nagyon bánt. Á, az ott. Úgy. Jaj ne. Hogy kell innen kijutni? Ne, ott pedig ott volt. Ne. Légy színe. És előről az egész pályát. Ó, hogy az a... Oh. Van egy space gombom. Mert nem tudok ugrani. Nagyon tudám fájni az nekem, amikor olyan hülyeségek miatt halok meg egy játékban, ami simán elkerülhető lett volna egyetlen gombbal. De hát biztos a design része, biztos jó oka volt rá. Úgyhogy előről az egészet. Most legalább tudom, hogy mi történik, ha megölnek a játékban. Gyors tipp, ne öljenek meg. De előlem nem bújsz el. Hát ez nem volt valami szükséges, de nem baj. Most oda le tudnék ugrani. Aha. Még mindig nem világos számomra, hogy mi az értelme itt a sok érmének. Előfordulhat, van egy kis gyanúm rá, hogy... Na, feküdjetek le mindketten? Meg te is mindketten? Vagy mi? Szóval van egy gyanúm, hogy konkrétan semmire nem jó. Csak pontokra és úgy ennyi. Téged hogy találok el ott? Aha, így. Jó, most ezt úgy kéne megoldanom, hogy nem öletem meg magam közben. Aha. Azt az érmét nem sikerült ott fölvennem, de azt hiszem engedjem el inkább. Elég rövid lehet a játék, hogyha nincsen checkpoint az egész pályán. Én nem akarok oda lemenni, nem akarok. Nem akarok lávába menni már megint. Nem akarok. Most én ezt hogy oldjam meg így? Jaj. Át tudok oda jutni? Igen, át. Hú. Jézusom. Ó, ne! Mi ez a halál itt előttem? Ah, na jó. Azt hiszem megvan a fedezékem itt. Ah, correct symbols, igen. Azt hiszem meg lesz itt a szimbólum, tehát volt ez, meg omega, igen. Jó, sima ügy. Hú, valamiért én itt akkora csapdára számítottam. Nincs sok értelme, de felveszem az érméket, miért ne? Nagyon szép hangot adnak ki, ugyanis. Na és itt van a pálcánk. Én ezt megszereztem, és most? Mert erre nem tudok menni. Híjjá, az igen. És akkor ez a lőszer hozzá? Akkor ezért láttam lőszert ott korábban? Visszafele kell mennem? Az anyját! Hoppa! Az... Oké. <Okay. gül> Azt hiszem megvan a BFG-nk. Ismét egy színörvényben találod magad. Az utolsó dolog, amit hallasz, az az azték időmanipuláló tablet ismerős hangja. Ez lehet az utolsó próbálkozásuk a győzelemhez. Egy magányos pusztaságban találod magad. Egy jövő, ami nem valós, de az lehet. Áthoztak egy alternatív idővonalba. Egy mocskos, skifi disztópia, ahol a csopgoblinok már nyertek. A fővárosukban találod magad Chopingrádban. És az emberi civilizáció romjai találhatók egy furcsa ipari épület előtt, ami biztosan a főhadiszállásuk. Haraggal ragadod meg a korintosziak botját. Feltéve ezt jól fordítom, most így hirtelen nem tiszta, miről van szó. Egy világ, amit a csopgoblinok uralnak, az azt jelenti, hogy még több csopgoblint lőhetsz le. Itt az ideje a végső csatának. Szenzor. Most a jövőben vagyunk, ajaj. Na. Nézzük, mi a helyzet. Mi a franc lőven? Mi ez? Mi ez? Mi ez? Dobálják itt a fényszarokat. Oké. Mik ezek, fénybárdok? Hehe, vissza tudom ütni ám. Ó, még egyszer? Még egyszer? Ó, még egyszer? Úgy. Sok értelme nincs, de vissza tudom ütni. Úgy, rohagy meg, hogy mindig mozogsz. Ez került ki, köcsög. Jó, hát a goblinok eléggé szétcseszték itt Pestet. Ó, ne. Jó napot. Te jó ég, átmegyünk Ultra Killbe, vagy mi lesz ez? De sokan vagytok erre, a BFG kellett volna, kifogytam a sörétesből. Ez ciki. Na jól van, velem szarakodtok.
Ez mellé ment. Mi? Oké, saját magamat is tudom ezzel sebezni. Jó. Jó fegyver, de megvannak a korlátai eléggé. Hú, ez egy nehéz pálya. Az meg ott egy szakadéknak tűnik. Rohadj meg! Oké, ezek veszélyesek itt. Ja, végül is ezt is csináltam, hogy folyamatosan szurkálok, és akkor valamelyik lövedéket csak visszaütöm. Hehehehehe. Mindegyik mellé grat. Esküszöm, gamer vagyok. Au! De milyen gyors ez a cucc? Annyi van ezekből a lézer goblinokból. Konkrétan ijesztők. És most, hogy visszavonultam, attól tartok, itt lesz mellettem. Inkább visszamegyek. Szembe kell néznem a sorsommal. Eltűnt. Ó, ne, csak titeket ne. Én is örvendek, de gyere már elő, hol vagy? Rohadj meg! Te mit keresel itt? Végre lőszer, nem hiszem el. Force field deactive. Miért volt? Én nem tudom. Biztos volt ezek szerint? Azt hiszem ez a pálya nagyon sokáig fog tartani. Nem mondod, hogy mellé lövök. Te jó ég, mi vagyok én? Annyi ilyen lőszert ad, lehet, hogy többet kéne ezt a cuccot használnom. Lehet, hogy úgy segítene. Jó napot! Mi a helyzet? Hát nem tudom, mit pötyögtek, de többé már nem. Ezt nem szabad közel használni. De egész jól átmegy a falon. Jó, azt hiszem megyek vissza a lőszerért. Használjuk ki az alkalmat, ha már ad, akkor... Úgy, megdésmáljuk ezt. Itt óriási balhé lesz. A pálcához ad lőszert, de nagyon. Már most is. Illetve ismét. Sőt, mindenhez ad lőszert. Aha, ezért. Hú! Van még valaki? Au! Az anyádat! Szórakozol velem! Imádom, hogy itt a tömegben néha vannak ilyen szitkozódok. Szó szerint héterek. Mi ez? Mi ez? Te szórakozol velem. Ti aztán erősek vagytok ott. Au. Rohadj meg. És köszi a sörétest. Egyik legjobb fegyver, de baromira zabálja a lőszert, és most nincsen HP-m se. Lehet, inkább egy kicsit visszavonulok. Ó, hogy itt is volt egy csomó. Mit akar ez a játék? Miért készít fel ennyire? Mi fog jönni? Ojaj. Ez egy zsákutca, jó. Jó napot. Destroy the Cyber Goblin. Oké, nem kell kétszer mondani. Na? Vége? Levegő után kapkodva jössz ki az időportából, visszatértél a múzeum pincéjébe. A saját idődben, ahogy hagytad. De mi van a csapgoblinokkal? Eszeveszetten kinézel az ablakon. Csodálatos módon az utcák nincsenek elpusztítva, vagy feldarabolva. A rémálomnak vége. Aztán feltűnik neked valami a sarokban. Az a poros régi láda, ami fogságban tartotta a csapgoblinokat, még mindig ott van. És még mindig nyitva van. A csapgoblinok még mindig odakint vannak. És várják a lehetőséget, hogy ismét daraboljanak. Na de... Hát a baráti leaderboardon első helyen vagyok. Szóval ezért kellettek a pontok? Ezért gyűjtöttem mindent? Hát ez a játék ennyi sajnos, de ahhoz képest vicces kis baromság. Igazából sokat nem tudok erről elmondani, de egy végigjátszásra bőven megérte. 4 euró érte, azt mondom, hogy oké. Okay. Azt a 4 eurót lehet rosszabb dologra is költeni, úgyhogy azt hiszem rendben vagyunk. Na de, ez egy érdekes játék továbbra is. Ez a goblin meg úgy, hát ez így beleig a retinámba. Jaj, ez a játék, ez egy ekkora baromság. Na mindegy. Azt hiszem megyek kínzom magam valami mással. Na csáó!